Most csak ilyen gyepet vágunk. Ilyen. Hát na. Ilyen finom fű csak. Itt a kis kata. Ez a Nikkari SXD50N-es. Lemaradtam, nehogy már naggyal utolérem. Amúgy jó, az csak megállt, amit beszélni. Meg hát azért az erősebbnek. Hála is le! Ha? Mi a vélemény? Mi a vélemény? Jó, jobb, hogy nincs rajta burkolat. Aha. Ja. Jobbunk volt, azzal a fejjel nem volt tökéletes. Nem volt. A kis finom járású. Nem volt tökéletes, de így már elfogadható. Így már elfogadható. Ez nem is rossz megoldás, hogy levetted az a burkolatot. Valamennyit azért fog. Hát nem sokat. De lehet, hogy valamennyit fog, de nem teszem vissza. Jó van az út. Jó. Egy kell gyerekek. Hát ha van. Ugye? Amúgy nagyon jól néz ki ez a sisak. Szép. Na, gyerünk, zsa. Na, ez nyomott ennyi kis hű. Menjünk a másik kertre, még mielőtt a nap le nem nyugszik, de ha sötétbe kell, akkor sötétbe fogjuk befejezni.
felveszem a kicsit. Ő is már dolgozik. Csak elég gép így. Na most merem állítani egy jó kis gépet. Na vittem, hozz ki, és most te a kicsivel jobban tudsz kaszálni, mint én a nagyon. Teszem hozzá. Igen? Mert láttam, hogy tényleg szép sima, én meg ezt összecsapottam. A két nagyapjaim. Ja. Az öreg. A két nagyapjaim van a kicsi. Vagy az egyik az anya, másik az apa. Nem? Lefiat.
Ne fiat! Na így az igazi, így állj meg ahogy vagy. Hát ez a legjobb. Ára megoldott a szállás. Ennyi volt, legközelebb folytatjuk. Van vélemény, milyen a kis gép? Jó, nagyon. Nagyon jó. Veri a nagyot? Nem. De nagyon jó. Nagyon jó. Már most rájöttem, hogy kell vele dolgozni, és látod, mondta Peti, hogy szép simán dolgoztam. Huszkornától erőse? Ami neked? Persze. Az erős? Persze. Igen? Persze. Az erősebb. Olyan hasonlóra gondoltam, de van finom. Erősebb. Erősebb. Szerintem, ahogy én emlékszem rá, mert régen dolgoztam Huszkornával. Hát az erős, az kérdés van gondolat. De ez hány lóerő hivatal, na mindegy. Hát. Csak 43 köbcentű. Na ez meg csak 45. Hát akkor egy na, pici. Névlegesen is, meg amúgy is erősebb. Jó kis gép. Na, kipróbáltuk. A lényeg az, hogy most láttok itt egy SXD55N-ből kettő darabot, a két szélső, meg az 50N-es, ugye. Ezt én nem látjátok a videóban, csak piros-piros, de gyertya pipát megnézed. Az 55-ösnek így van, elmennek felé, innen tudjátok felismerni. Meg tudjátok, mi még a különbség? Itt a kuplunk háznál van egy fekete valami. Ennyi, körülbelül a száz az ugyanaz. Burkolat. Fú, mi más még rajta, mit tudom, légszűrő is olyannak tűnik. Meg berántója is ugyanaz. Ja, meg a karburátor. Meg a tank egy kicsivel talán kisebb. Berántó az kisebb. Más a karburátor, meg a berántó. Hát a berántót nem, de kisebb neki, kisebb. Más az alakja. Más az alakja is. Na jó, amúgy jó gépek. Ez neked hány éve megy, Jani, ez? Egy év. Sán lassan másfél. Másfél éve. Neked? Fél. Hat hónap. Ő meg egy hónap. Vagy kettő. Nem is vágtunk vele. Hát a nyáron vetted. Nyáron vettem. Na, és bevált. Hát sziasztok, ez a videó erről szólt. Ez kis nikkarisnak indult, de most már nagy is lesz, úgy látom. Mert a videót is úgy vettem, hogy már mind a kettő benne van. Minden jót. Ilyen mini vágás volt. Jó lesz ez. Azért jó, mert így a kettő egymás mellett olyan biztos nincs a nikkaris videó. Lehet, hogy van benne nagy. Kicsiről még nem is láttam videót, de a kettő egyszerre. Sőt, három egyszerre. Nem, nincsen. Ez nagy jó. Ahhoz képest ebbe a fűbe tökéletes a kicsi is. Most valaki azt mondja, hogy nem akar sokat költeni, talán 40 ezer forint közte van. 170, ez meg 190 valamennyi. 194. Igen. 25 ezer, hát nem olyan sok, én inkább a nagyobbat tenném. Ha már kifizetek annyit. Hát igen. Hát ha otthonra kell, akkor elég a kicsit, de ha akarsz dolgozni, akkor inkább van nagy, mert... De én, ha újat kéne vennem, helyette ugyanilyet vennék. Az erős számít. Zsajú. Minden, ami favágással, fűnyírással, fűkaszálással kapcsolatos. Megtalálsz minket az interneten péterláncfűrész.hu.